Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaltok helyet. Húsvét vasárnap, Krisztus feltámadásának ünnepe van ma. Feltámadtam és veled vagyok, kezedet rajtam nyugtatod, csodálatos a te tudásod. Alleluja! Hangzik a Szentmise ünnepélyes kezdő éneke. Voltak éppen egész nagybőti készületünknek, amelyben húsvét kegyelmi ideje is, az ünnepre történő felkészülésnek kegyelmi ideje. Nos, ennek csúcspontja, ünnepi pillanata az úgynevezett húsvét vigíliai ünnep, a feltámadás ünnepe, amelyet aztán ma húsvét vasárnapján ismételten ugyanabban az örömben, lelkesedésben tartunk meg. A költő sajátja, hogy érzésüknek hangot adva meg tudják fogalmazni és ki tudják mondani azt, amire mi egyszerű halandó emberek nem vagyunk képesek. Zsida Jenő húsvéti ének az üres sziklasír mellett. Síros szélén szinte félve, iszonyattal üldögélve, ó, mekkora vád gyötör, mardos, majdnem összetör. Mi látás a kétkedőnek, törvény ellen vétkezőnek, hogy üres a sírgödör. Nyitott sír a szája szélén, sóhajok közt üldögélvén, szemlélem bús, elvetélt életemnek rút felét, s jaj, most olyan bánat vert át, mint Jacopo és Szent Bernát verseiből sír felét. Nincs gonoszabb, mint a hitvány áruló és rossz tanítvány, ki az ördögösvényén biztos lábbal tudva mén, szent kenyéren nőtt apostol, aki bűnben később kóstol, Krisztus, ilyen voltam én. Amit csak magamban látok, csupa csúnya, csupa átok, csupa mély seb, égtelen, testem oly mértéktelen volt ivásban, étkezésben, mindenfajta vétkezésben, s undogságom végtelen. Ó, ha tudnám, megbocsátasz, s országodba bebocsátasz. Mind szúrnám ki két szemem, mind vágnám le két kezem, nyelvem húznám kések élén, s minden tagom elmetélném, amivel csak vétkezem. Bűneimnek nincsen számuk. Minden bánok, minden szánok, és a sajgás vagy gyötör, nem is sajgás, már gyönyör, hamuval szórt, nyesett hajjal ér engem a húsvét hajnal, és az üres sírgödör. Bámulok a nyírkos görbe, kősziklába vágy gödörbe, bénán csüng le a karom, tehetetlen két karom. Te kegyelmet mindig osztasz, feltámadtál, s feltámasztasz, hogyha én is akarom. Lábadozó réghitben egész nap csak ülök itten. Lelkemet nagy, jó, meleg, szent fuvallat lepte meg, lent az otvas szürke barlang, mélyén muzsikál a halk hang, ahogy könnyem lecsepeg.
az én uram? Újra él most. Országútján mendegél most, áprilisban fürd és aranyozza napsütés, ahol lépkel jobbra-balra, ezer madár fakad darra, s ring, hullámzik a vetés. Éneklő sok tiszta lánnyal, liliomos tanítvánnyal nem követlek, mesterem. Majd csak csöndes estelen indulok, hol vitt a lábad, földön kúszom könyvbe lábad szemmel, szinte testelen. Fennakadva tüske ágon, éj sötét nagy pusztaságon, étlen szombjan vágtok át, nagy hegyeken vágok át. Mint eltévedt ebb szimatja, mely halódva is kutatja vándorúra lábnyomát, s közben dalolok az égről, pálmás örök dicsőségről, vonszolván földdel rokon testemet a homokon, s így újongván nem is érzik, hogyan sajok, hogyan vérzik rögbe horzsolt homlokom. Mert az égi útnak elve, kúszva, vérzőn, énekelve, portól, sártól piszkosan menni mindig biztosan. S kopjék bár térdig a lábam, tudom, az ég kapujában utolérlek Krisztuson. Ezért is mondom, hogy költők olyanféle módon fogalmazzák meg érzéseiket, amelyekre mi halandó emberek nem vagyunk képesek. Ahogyan hallhattátok a versben, Zsida Jenőnek, a költőnek ott van a vágyakozása. De ugyanakkor az a fajta őszintesség is, amelyben szemléli életét, múltját, meg annyi elesését. De közben tudja, mindebből talpra lehet kelni. Mert van feltámadás. Mai ünnepünk erről szól. Ezt az ünnepi szentmisét értetek szeretteitekért és a család tagjaitokért ajánlom fel, hogy mindannyian egyénileg is, családi közösségben és ezen egyház közösségben erősödjünk hitben, reményben és szeretetben. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztus Urunk föltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és szeret bennünket a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a kereszténységet. Hogyan kente fel az Isten názáreti Jézust szent élekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított mindent ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén is Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanuknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népeknek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez az Isten igéje. Lecke, Szent Pál apostolnak a koloszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban Krisztus,
a mi életünk újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben. Ez az Isten igéje. Nagy ünnepeinknek úgynevezett szekvenciája van, egy dicsőítő imádság. A húsvéti bárány keresztények dicsérve áldják, Krisztus ártatlan bárány, vérének árányája bűneiért megengesztelte atyát. Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll. Életura sírva fölkél és győztesen él. Mária Magdolna, mond, mit láttál utadon? Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. Feltámadt Krisztus, reményetek, Galileába megy előttetek. Krisztus a halálba valóban feltámadt, tudjuk. Győztes király, könyörülj meg rajtunk. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta neki. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, látta az ott hagyott gyolcs leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, mely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak föl kellett támadnia a halálból. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, őskeresztény köszöntés évszázadok óta Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Jelezve és üzenve egyben azt is számunkra, hogy a Krisztus föltámadásába vetett hit a legfontosabb tanítás, üzenet mindannyiunk számára. Hiszen Pál apostol a következőképpen fogalmaz, ha Krisztus nem támad föl,
Mindenki másnál szánalomra méltóbbak vagyunk, bár sietve hozzáteszi, Krisztus feltámadt, mégpedig elsőként a holtak között. Gyakorlat, hogy húsvét ünnepe alkalmából mindazok, akik bírnak a szó hatalmával, megfogalmazzák az ünnephez kapcsolódóan sajátos üzenetüket. Ezt tette Ferenc pápa, ezt teszik püspökeink, és természetesen lelkipásztorként, hiszen én is bírok a szó hatalmával, ezt szeretném tenni ma itt úgy szintén. Ferenc pápa az idei húsvét ünnepére reflektálva a három isteni erénynek fontosságát hangsúlyozta ki, a hit, a remény és a szeretet. Természetesen az ő megfogalmazásában és üzenetében helyet kap az a fajta aggódás, törődés, amely most nagyon sokunk szívét betölti. Gondolok a háborús történésekre, eseményekre Ukrajnában. A maga üzenetét az elhangzott evangéliumi beszámolóhoz szeretném fűzni. Vegyük csak sorra a szemtanúnak, Szent János evangélistának, a szeretett apostolnak leírását. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Egy egyszerű mondat. És mégis ebben az egyszerű mondatban, kijelentésben annyi minden benne van. Itt emberi érzésekre, érzelmekre gondolok. Kérdezlek benneteket, ahogy körülhordozom a tekintetemet, vagytok néhányan, ki is volt az, aki volt már a Szentföldön? Történetesen Jeruzsálemben. Többen vagyunk, ugye? Amikor ott voltunk Jeruzsálemben, a Szentföldön, hát Biza nagyon korán pirkadt. Mit mond Szent János evangélista? A hét első napján, utána vagyunk a szabbátnak, a szombatnak, a teljes nyugalom napjának, amikor még sötét volt. És itt a sötétség nem csak a fizikai sötétségről szól. A fizikai sötétségben nehezen tájékozódunk. Egy kicsikét bizonytalannak érezzük magunkat. Ez a fajta sötétség valami egyebet is jelenthet számunkra. A léleknek a sötétsége. A bensőnek a sötétsége. És az abban meghúzódó bizonytalanság, kiszolgáltatottság, adott esetben a félelemnek az érzése is. De ugyanakkor én valami egyebet is kiolvasok ebből, Mária Magdolna már akkor elindult Jézus sírjához, amikor még sötét volt. Mert hogy egy belső vágy hajtotta őt. Minél hamarabb ott lenni Jézus sírjánál, és amit nem tudott elvégezni, nem tudtak elvégezni, megadni a tiszteletet a halott testnek, a balzsamozást, azt most bepótolhassa és elvégezhesse. Mekkora tűz, mekkora vágy, mekkora szeretet van Mária Magdolna szívében. Érdekes ez a kép, a sötétségnek a képe, majd dolgozzatok vele, hogy hogyan jelenik meg az én életemben a sötétség. Van benne félelem, van benne szorongás, van benne kisítőség és bizonytalanság, de ugyanakkor Mária Magdolna elindul, amikor még sötét van, vagyis van benne vágy, van benne tűz, van benne lelkesedés, van benne valami tenni akarás. És én most különösképpen ezt érzem ki a mostani húsvétünk alkalmával.
Ahogyan szintén már az elmúlt napokban megfogalmaztam és hangot adtam ennek az érzésnek, gondolatnak, ez a két esztendő borzalmasan megterhelt bennünket. Olyan fajta falat húzott körénk a félelemnek a falát, amelyet egyszerűen át kell törni. És mennyire jó, hogy most már itt lehetünk. Hogy szabadon, felszabadultan ünnepelhetünk. Hányszor volt bennetek is ott a kérdés és a kétely, hogyan fog ez alakulni? Mikor oldják fel? Meddig kell még? Meddig kell még? És kérdések sokasága, amelyek megfogalmazódtak bennünk. Lám, ennek a két esztendős várakozásnak nagyon úgy néz ki egyelőre vége. Persze van helyette egy. Mert életünk mindig erről szól. A bennünk lévő sötétséget hogyan tudjuk feloldani? Hogyan tudunk fényre eljutni? Mária Magdolna kimegy a sírhoz. Odaérve látja, hogy a követ elmozdították a sírtól. Megint egy egyszerű mondat, egy egyszerű tény megállapítás. Odaér, és nem azt kapja, amit vár. A kő el van hengerítve a sír bejáratától. Alkalmazva mi életünkre, éljük mindennapjainkat, és sokszor azon kapjuk saját magunkat, hogy a dolgok nem úgy történnek, ahogyan mi azt kiszámítjuk, és ahogyan azt elvárjuk. Mária oda megy, még nem tudja, hogy fogja a követ elhengeríteni a sírtól, lesz-e hozzá ereje, de tény, hogy nem az kapja, amire számít. Nem az kapja, amit ő elgondol. És ezt most megint magamra alkalmazom, magadra alkalmazod, akkor ne ijedj meg, ha az életedben a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan te azt elgondolod. Ha nem azt kapod, amit vársz. És hidd, ha nem azt kapod, amit vársz, ha nem úgy alakulnak dolgaid, ahogyan te ezt elgondolod, attól az még mindig nagyon jó lehet. Ehhez is hit kell. Amikor konstatálja, hogy a követ elmozdítják a sírtól, rögtön elszalad Péterhez, a másik tanítványhoz, ez pedig Szent János apostol, és egyszerűen csak ennyit mond neki, elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. És ebben a mondatban megint ott van Mária Magdolnának a bizonytalansága, a keresése. Valamit akar kezdeni ezzel a helyzettel, de nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. Éppen ezért elmegy, segítséget kér. Üzenet számomra, számunkra. Ha életedben olyan helyzethez érkezel el, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni az életedben, ne roppanj össze, menj, kérd segítséget. Kihez megy el Mária Magdolna? Péterhez és Jánoshoz. Mert föltekint rájuk. De számukra, számára ők egyfajta biztonságot is jelentenek. Te is keresd meg a magad Péterét, a magad Jánosát az életedben, akit meg tudsz szólítani, akihez oda tudsz állni, elé tudsz állni, akkor, amikor valami váratlan helyzettel találsz szembe magad az életben. Péter és a másik tanítvány a sírhoz sietnek. Szaladnak mind a ketten, de János fizikai értelemben jobb kondiban van, hamarabb érkezik oda, fittebb, de tudja, be kell várni az idősebbet. És amikor Péter odaérkezik, látja az ott hagyott lepleket, a kendőt, mely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a többi lepellel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. És ez a legdrámaibb, vagy legmélyebb pillanata ennek a leírásnak. Keresik Jézust, Jézus holttestét, de nem találják. Helyette az üres sír az, mely fogadja őket.
És az üres sír látványa megszüli azt a hitet, amelyet ma is ünnepünk. Látta mindezt és hitt. És akkor ötlik csak eszükbe, és értik meg az írásnak a szavait, hogy Jézusnak fel kellett támadni a halálból. Hiába előtte tarította őket, emlékeztette, figyelmeztette őket, a szó elszállt. De az üres sírnak a látványa ott és akkor abban a pillanatban a felismerés mindent elsöprő erejével had. Krisztus feltámadt. Úgy, ahogyan ő ezt mondta. Ennyit röviden az evangéliumi történetről. Sokszor hallottuk már ezt a leírást, részletet, majd ezeket a képeket ragadjuk ki ismételten, és nézzük csak meg a magunk életében. Miben rejlik húsvétunknak az ereje? Mindent elsöprő ereje. Egyfajta erőforrás ez számunkra. És azt kell mondanom, a feltámadásba vetett hit, Krisztus feltámadásába vetett hit, az örök életnek a hite képes csak bennünket minden nehéz élet pillanaton átsegíteni. Hogy hogyan? Mindjárt szólok róla. De először szeretnék szólni a nagypéntek estéjéről. Most Rómában a hagyományos keresztutat végezve, az utolsó állomások egyikénél két asszisztensnő vitte a keresztet, egy ukrán és egy orosz származású asszisztensnő. Amikor először hallottam a hírt, láttam a képkockákat, akkor mélységes öröm töltötte el a szívemet. Istenem! Mennyire szimbolikus ez a kereszthordozás. Két nemzetnek embere, akik bár valami miatt, mert a politika megosztja őket, harcban vannak egymással, de ott mégis összekapaszkodnak, egyesítik erőiket, és együtt viszik a keresztet. Mondtam, ez igen. Nagyszerű húsvéti üzenet ez. És akkor olvasom a kommenteket, olvasom egyeseknek fájdalmát, mély megvetését, mi szükség volt erre. Elgondolkodtam. Valóban ennyire rosszul állunk mi hitünkkel. Nem hiszünk a megbocsátásban. Nem hiszünk a szeretetnek a győzelmében. Nem hiszünk abban, hogy csak is a feltámadásba vetett hit képes szétoszlatni a bennünk lévő szeretetlenséget, gyűlöletet, bosszút, haragot. Pedig így van. Húsvét Krisztus feltámadásának mélységes titkát állítja szemünk elé. És el kell mondanunk nagyon őszintén, hogy mára világunk megfáradt. Megfáradt a keresztény hitben. Ezért van az, hogy nem tudunk örülni egy ukrán és egy orosz hölgy közös kereszthordozásának. Nem tudjuk elhinni, hogy valóban létezik őszinte bűnbocsánat, kiengesztelődés. Azt mondhatnátok, ez nem az én problémám, mi távol vagyunk tőlük, de nem így van. Mert a mi templomaink is az utóbbi időben kiürültek. Megfogyatkoztunk.
Befészkelte életünkbe a félelem saját magát, és elbizonytalanított bennünket. Sokunknak Krisztus feltámadása már nem sokat jelent. Tartalmában és üzenetében kiirítjük ünnepeinket, jelesül a húsvét ünnepét is. Már csak a test wellnesséről, kényeztetéséről szól. A lélek izmosításáról, erősítéséről kevésbé. Persze ezt most pont nektek mondom, akik itt vagytok, de csak azért jelzem e gondolat segítségével az üzenetet, mert hogy ez a valóság. Másrészt pedig mindannyiunkat szeretném biztatni és bátorítani, hogy megújulás csak is húsvét hitében lehetséges. És itt jutok el a másik nagyon személyes üzenethez és gondolathoz. Mindenki életében vannak kisebb vagy nagyobb halálok. Amikor azt szoktuk mondani, hogy padlót fogok, amikor minden olyan ködös, meg bizonytalan a magam életében, a mélységből talpra lehet állni. Minden bűnből van bocsánat. Ha újra feltámadok, akkor sikerül megbocsátani, sikerül kiengesztelődni, sikerül újból őszintén, tisztán szeretni. Minden húsvét ebben a hitben szeretne erősíteni, bátorítani bennünket. Életünkben nincs az a mélypont, ahonnan ne lenne felemelkedés. Nincs az a mélységes állapot, amelyből Krisztus ne ölelne és ne emelne saját magához. Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben. Testvéreim, Krisztus feltámadott, ő a kezdet és a vég, a szent, erős és halhatatlan Isten. Általa terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben szent atyánkat, lelki pásztorainkat és hívő népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és szenvedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás dicsőségére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által.
kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, újongó húsvéti örömmel ajánljuk föl áldozatunkat, amely által csodálatosan újjászületik és növekszik egyházat. Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos idő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, ki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és egy szívvel énekli. Alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutass minden népen. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezével vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek alatt. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Íme hitünk szent titka. Thank you.
és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztusra feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte apostolait békességnek te. Ezért kérjük, Urunk Jézus, föltámadt üdvözítünk, ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet, kérsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke és a kiengesztelődés jelében. Meghív asztalához Jézus, ami föltámadt üdvözítünk. Uram!
Könyörögünk. Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd egyházadat, hogy húsvét szent titkának ünneplése által megújulva eljusson a dicsőséges föltámadásra Krisztus, a mi Urunk által. Most pedig a húsvéti eredeleket fogom megáldani, és utána pedig következik majd néhány hirdetés is. A mi segítségünk az Úr nevében, ki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek! Elsőként a húsvéti bárány és hús eredele megáldása következik. Könyörögünk! Istenünk az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsolta népednek Mózes szolgálatával, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenyeret házára szemöldök fájjon. Kérünk, áld meg és szenteld meg a bárány és hús eredeleket, melyek a fiatal gyermekeit, te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni a mi Urunk Jézus Krisztus föltámadásának emlékére. Amen. A húsvéti tojást és a tojás eredeleket áldom meg. Kérünk Istenünk áldásra bőséges kegyelmét el a tojás eredelre, akkor üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt magukhoz, a mi Urunk Jézus Krisztus föltámadásának emlékezetére. Amen. Mindennapi kegyelünket és annak ünnepélyes formájának halácsot áldunk meg. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eredele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg a húsvéti kalácsot és a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az öt árva kenyeret megáldotta. Add, hogy aki ebből hívő lélekkel eszi, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, kérsz és uralkodod mindörök örökké. A többi húsvéti eredet áldom meg ételt. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezen ételeket, melyeket tőle kapunk, hogy az emberének fenntartására és üdvösségére szolgáljon. Szeretnél segítségű hívására adj testi erőt és lelki oltalmat mindazoknak, akik ebből táplálkoznak. Krisztus a mi Urunk által. Látok italt is. Az ital ünnepi asztalunknak szintén egy fontos része, kelléke. Urunk Jézus, te a kálmány mennyegzőn a vizet borrá változtattad. Mutasd meg most is isteni hatalmadat. Kérünk, áld meg ezen italokat, hogy akik belőle isznak, áldások hűségéből részesüljenek, és testi lelki javukra váljunk. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Mi atyánk, igen, hagyományaink ápolása nagyon fontos. És ezen a hagyományoknak a továbbadása is. Ez természetesen szülőként egyfajta keresztényi kötelességünk is. Ezért is a szentmise keretében megőrizve régi szép gyakorlatunkat, szokásunkat, hagyományunkat áldottam meg a húsvéti eredeleket. Ami pedig az elkövetkező napokat illeti, holnap húsvét hétfő, 9:30 lesz itt ismételten szentmisénk, és
szeretettel hívunk és várunk benneteket. A mai nap folyamán számotokra családi és baráti körben eltöltött áldott húsvéti napokat, ünnepet kívánok. Én néhány perc múlva aztán indulok tovább, nagy örömben, hiszen csodálatos érzés húsvétnak örömhírét máshová is elvinni. Délután 4 órakor Weingartenben lesz ünnepi szentmisénk, holnap 9:30 itt, aztán pedig 13 órakor Ulmban. Tartalmas hetek és hónapok elé nézünk. Az elsővel hadd kezdjem, és Lóri, óriási nagy köszönet neked. A családnak, hiszen ezt egy kicsit érintettem az elmélkedésben is, hogy mindenhonnan talpra lehet állni. A jótékonysági bálunkat 2020-ban tudtuk utoljára megtartani, akkor nagyon sokan összegyűltünk. Utána következett, ami következett, mindenki tudja, a tavalyi esztendőben, 2021-ben csak virtuális formában volt lehetőségünk megtartani bálunkat, de ennek is az volt a célja elsődlegesen, hogy egy hagyományt ne törjünk meg, tovább vigyünk, és ez sikerült. Szerettük volna idén januárban a megszokott időpontban megtartani a bálunkat, még nem lehetett. Csak maszkban ülhettünk volna, még a tánc parketten is, erre nem voltunk hajlandók. De 2 héttel ezelőtt jött a jó hír, hogy lehetőségünk van megtartani a bálunkat. Egyek árusítása elkezdődött. A jótékonysági bálunk időpontja nem szokványos, rendhagyó időpont ez, április 30-án lesz, tehát alig 2 hét múlva. Úgyhogy arra biztatlak benneteket, hogy ezt a jó hírt adjátok tovább másoknak is. Itt is az a fontos, 47. alkalom ez, hogy ezt a hagyományt megőrizzük és megtartsuk, amellett, hogy jótékonysági célokat is követünk. Helyeink még vannak, nagyon sok mindent kellett újraépíteni, ezért is mondtam, hogy nagyon nagy köszönet Lóránnak, egyházközségünk egyháztanácsosának, egyik egyháztanácsosának, és egy másik személyes jóbarátomnak, Szatmár Németiből, Leventének, akikkel új felületet, új honlapot készítettük, készítették ők, én csak kontárkodom benne, és most már online formában is lehet jegyet rendelni, látogassatok el egyházközségünk honlapjára, és ott a helyfoglalás címszónál ellátogathattok a báli honlapunkra is. Telefonos egyeztetésen keresztül, e-mailen keresztül meg lehet rendelni a jegyeket, ugyanúgy, mint az eddigi esztendőben. Majd a kijáratnál ilyen báli meghívót is kaptok, vihettek magatokkal, vigyetek másoknak is belőle. Eddig több mint 300-an jelentkeztünk már, óriási nagy dolog lesz ebben is áttörni és lebontani a bennünk lévő félelemnek a halál. De ez csak veletek együtt fog sikerülni. Én mindenképpen bízom bennetek, és számítok rátok. Adjátok tovább ezt a fajta jó hírt is. Ezen túlmenően jövő hónapban, 4 hét múlva egyházközségünk fennállásának 75. évfordulóját ünnepeljük. A 75 esztendős múltunk kötelez bennünket. Hiszen nem csak visszatekintünk és benne köszönetet és hálát mondunk, de ugyanakkor előre is tekintünk. És azt mondjuk, hogy nekünk itt van helyünk, van holnapunk, van jövőnk. És itt is érvényes az, hogy csak is együtt, közösen sikerülhet mindez. Egy 3 napos ünnepi rendezvény sorozat keretében készülünk. Május 13-án, mert pontosan ez missziónk alapításának a napja. Ez egy pénteki nap lesz, 18 órakor szentmisénk van. Megnyitjuk a kiegészített kiállításunkat, amelyet a 70 éves évforduló alkalmával már elkészítettük, vagy Imre atya idejében még akkor elkészítettek Imre atya vezetésével. Ezt most csak ki kell egészítenünk az elmúlt 5 esztendőt. Aztán ugyancsak ezen a péntek esti szentmise keretében
bemutatjuk majd, kihelyezzük azt a 12 miseruhát, amely közösségeink, a 12 részegyház község védőszentjének az ábrázolása is egyben. Jelen lesz a miseruhák készítője, Szabó Trifu Krisztina egyházművész Szatmár Németiből. Lehetőség lesz arra, hogy ő egy kicsikét értelmezze, miért, hogyan is alkotta meg ezeket a miseruhákat. Szombati napon, május 14-én, akkor családi napot tervezünk, ez egész napos rendezvénysorozat lesz, egy program lesz. Családosoknak, fiataloknak, felnőtteknek együtt vagyunk, jól fogjuk magunkat érezni. És este 6 órakor, vagyis 18 órakor ifjúsági szentmisénk lesz, azon zenészeinkkel, mondjam így, akik különböző részegyház közösségekben ifjúsági énekekkel is szebbé teszik szentmiséinket, liturgiánkat. Erre is szeretettel hívunk, várunk benneteket. És aztán majd 15-én, vasárnap 10:30-kor lesz szentmise, csak itt Stuttgartban. A szentmisét Cserháti Ferenc püspök atya fogja celebrálni, ő lesz a fő celebráns, természetesen más vendégek jelenlétében, vendég lelkipásztorok, pattársak jelenlétében. Azért, hogy így mondjunk együtt köszönetet a 75 esztendőkért. Utána közös ebédünk lesz, és majd májusi ájtatossággal fogjuk befejezni ünnepi rendezvény programjainkat, napjainkat. Ételről is igyekszünk gondoskodni számotokra, és most hagytam a végére egy kis figyelmességet, vagy kedvességet. Nemrégiben megkerestek Csíkszeredából a csíki sör, itt Németországban a sör hazájában, három városban beteszi a lábát, München, Stuttgart és Berlin. Bátor vállalkozás, székely emberekre jellemző bátorság ez. Mert nem csak sör árusítása lesz, hanem mellette néptánc, sajátos ételek, kultúra ápolása is. Ilyen értelemben örülök, hogy egy ismerősön keresztül találkoztunk itt személyesen is Stuttgartban, és aztán én elmondtam az én nagy vágyamat, tervemet, hogy mennyire jó lenne, hogyha csíki sört is megnyernénk támogatónak, szociokaritatív projektjeinkhez. Ők visszamentek, majd néhány nap múlva felhívtak telefonon, hogy Tibor, jó hírünk van számodra, áldást adtak rá, úgyhogy Budapesten már vár 1000 darab, ilyen, nem tudom, hogy mondják, ilyen 6 kis sörös üveg becsomagolva, kartondobozva, és ahhoz tartozó chips is állítólag nagyon finom, már csak el kell hozni, el kell szállítani, valahogy meg fogjuk majd oldani, ez a bálunknak a támogatása, segítsége, de ugyanakkor marad belőle még, ugye az április 30-ában marad belőle még a jubileumi ünnepünkre is, úgyhogy jól fogjuk érezni magunkat, ételital lesz, gyertek ünnepelni. Ezért ez a kis körítés, hogy jó kedvet készítsek hozzá. A kiáratnál pedig most se feledkeztünk el régi hagyományainkról, szokásainkról, tojás, tehát húsvéti tojást vihettek majd ajándékként magatokkal. Fogadjátok ezt áldást! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, éljünk végig!